A mai részben folytatom az FG F1 Competition Forma 1-es autónak az építését. Az előző részekben ugye szétszettem, megpucoltam, elkezdtem építeni, a hátsó részt összeépítettem, a diffivel, legisapítóval, a stabilizátor és motortartóig értem el. A mai részben fel fogom építeni az elejét, mégpedig az első lengőkarokat, a két oldalsó létrát. Következő a servo széver lenne, de azt én megcsináltam már előre, mikor megtakarítottam, akkor ezt össze is raktam. Sőt, raktam rá egy új rugót, mert a régi az eléggé el volt már lágyulva, meg el is volt görbülve. Úgyhogy rendeltem rá egy új rugót, húztam rá egy szilikon csövet, hogy ne sértse az alumíniumot, mert a másik azt ugye elég csúnyán bekarcolja, hogyha nincs rajta. Raktam rá új gumikat, csinálja a dolgát, de eléggé nagy erő kell hozzá, hogy kimozdítsam. Úgyhogy jöhet az eleje. Itt pedig úgy kezdi, hogy jobb oldalt, és akkor a lengőkar, ugye a két alsó lengőkar. Ez a fele fog kellene majd. Megcsináltam az első futóművet és felraktam a két oldalsó elemet. Beépítettem a szévert. Beépítettem a szervó tartót is, de ez nem fog maradni, csak azért raktam be, hogy ugye összetésnél tartsa a két oldalát. De ezt helyett, ugye, mert ez egy nagy kormányszervóra volt tervezve, én viszont kettő normál méretű szervót fogok majd beleépíteni egy kormányszervónak. Erre a két tartóra én fogok csinálni majd egy karbonlapot, és úgy lesz majd berakva a szervó. Be fogom építeni az első lengőcsapító rendszert, illetve az első stabilizátort, és be fogom építeni még a meghajtó rendszert is. Ezt nem tudom, miért hallatszott be. Brutál volt. Hallod? Két hete légkalapácsolnak, olyan forgalom van, hogy egyszer nem tudom, mit csinálják, mert szép cseszi az anyamat, mert tuti be fog hallatszani. Brutál. Valami sportmotorok járkálnak itt egész nap, én nem tudom, nincs kerestélok vagy? Érted? Tehát nincsen vírus most. Ez még két hete légkalapácsol itt a szomszédba. Nem tudom, már szerintem bányát itt az alaksorban, vagy nem tudom, mit csinál már. Ez a fele kész van, meg el a mechanika rész. Viszont nem vettem észre, hogy nem megy a kamera. Úgyhogy azt sikeresen nem vettem fel. Ezért elnézést kérek. De igazából komplikáció nem akadt. Szépen ment össze, ami ahogy leírás volt. Mindegy, hát most összerakom ugye a másik oldalt akkor. Minden csavart kicseréltem, tehát mindenhol új csavar van.
ez is megvan, és akkor most jön a stabilizátor. Kész van az elején, igazából kész van az egész roller. Fölraktam a meghajtást is. Hát a... sikerült megint nem felvennem a lényeges részeket összerakásból. Hát nagyon sajnálom. Az a baj, hogy a komolyabb stúdió cuccok, tehát ilyen, hogy a mikrofon például, ugye meg hát Csabinak van erre egy külön telefon, hogy ezt tud csinálni a felvételeket, és ugye minden a Csabinál van. Ugye meg szerencsétlenkedek itt. Hát nem baj, ilyen lett. Igazából a roller kész van, össze van rakva. A fékeket kell még ráraknom, de azt először fel kell újítani. Igazából arról szerintem nem csinálok videót, mert fékes videónk van már. Amikor a Csabinak a kocsiját újítottuk fel, lényegében ugyanaz. A motor felújításról is van fönn videónk, tehát igazából arról sem fogok csinálni. Majd a végleges összerakásról. Motorbeépítés van, a üzemanyagtanknak a felhelyezés, de csak a motort el tudom felrakni, meg ugye a kipfogónak a felé, tehát az Ezolga felrakása van. És ugye az elektronika van. Azt nem tudom, hogy pontos, hogy milyen motort fogok belerakni. Szeretnék valami enyhébb tuningot egyelőre, aztán majd meglátjuk. Meg a, ugye az elektronikát, arról ha megjön hozzá minden, arról fogok csinálni egy videót, az egy külön rész lesz szerintem. Hogy hogy fogom beépíteni, milyen megoldással, milyen megoldásokat. Látszik, hogy sok csavar megmaradt, ez azért van, mert sok csavart kicseréltem. Igyekeztem követni a füzetben leírtakat, de ugye a többéves tapasztalatok alapján volt, ami csavart például rövidnek találtam, vagy túl hosszúnak, és akkor ugye ezeket így alakítottam, hogy kicsit jobb legyen az alaptutorán, jobb lesz. Hát majd meglátjuk, kiderül. Én nagyon várom már, hogy kész legyen, és hogy ki lehessen próbálni. Mindenesetre a roller az teljesen össze van építve. Mutatom. A fékek hiányoznak róla még, de azt először fel kell újítanom. A karosszéria pedig mi az készül, azt a Csabi fogja festeni az új karosszériát rá, az én dizájnom lesz. Köszönöm, hogy velem tartottál eddig is, és hogyha érdekel a folytatása és a végkifejlet, hogy milyen lesz, akkor tartsál velem. Iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, hogy ne maradj le a részekről. Sziasztok!